mély tisztelettel üdvözlök mindenkit, egészen el vagyok képedve, tehát látszik, hogy mennyire nem járok erre. Itt vagyunk az Árpád híd közelébe, és itt a Vizafogó Park most már, ez a neve. Zárójelben megjegyzem, legutóbb, mikor itt jártam, akkor hát nem volt körbekerítve, nem volt kis mesterséges tavacska, és csak egy füves zöld plac volt. Nekem jobban tetszett. De örülök, hogy fejlődik a város, nem az én ízlésemnek megfelelően, de hát nem is nekem kell megfelelni, ugye? És ha fordulok, akkor egyből rá fogtok jönni, hogy egyébként egy valamikori vasútállomáson vagyunk, egy hát tulajdonképpen teherpályaudvar, talán az egy jobban helytálló kifejezés, és mögöttem pedig egy állomásépületet, egy felvételi épületet láthattok, ami hát fel van újítva, majd jobban meg fogjuk nézni. Hál' Istennek ez megmaradt a vizafogói vontatóvágány, illetve az itteni teherpályaudvar történetéből. Egyébként egy kicsit akkor beszéljünk a teherpályaudvar, illetve a vizafogói vontatóvágány létrejöttéről. 1889-ben történt mindez, és a Duna balparti körvasút része. Zárójelben megjegyzem, sokan nem tudják, de jóval előbb jött létre, mint az esztergomi vonal, tehát ekkor még nem volt meg az újpesti összekötő vasúti híd, és hát valamikor egyébként a parlamenttől két utcányira is elment a vontatóvágány, illetve az abból kiágazó rengeteg iparvágány beterítette tulajdonképpen itt a környező részeket. Tehát ezekről majd bővebben fogunk beszélni, de egyelőre nézzük meg ezt a felvételi épületet. Tényleg érdemes lesz visszanézni majd a régi felvételeimet. Zárójelben megjegyzem, amit hiányolok, hogy itt volt egy tábla, ami emlékeztetett minket, hogy itt annak idején mi is volt. Egyébként ez a két oszlop, vagy hát nem is tudom, minek mondjam, ilyen tégla bejárat tulajdonképpen, ezek még az eredeti vasútkorából megmaradt oszlopok. Azt nem tudom mondjuk, hogy ezek az, hát nem hiszem, hogy újraépítették, szóval én azt gondolom, hogy ezek valóban még a vasút része, illetve a vasút idejéből származnak, csak gondolom egy picit lett felújítva, hogy egyébként az állomásépület is gyönyörűen fel lett újítva. Mondjuk körbe van kerítve ezzel a tégla kerítéssel, de mindjárt meg fogjuk nézni kintről az utcafrontról, mert onnan azért jól néz ki. De azt a táblát nagyon-nagyon hiányolom, pedig az valahol itt volt, itt állt. Hát ilyen a felvételi épület, a valamikori vizafogói felvételi, teherpályaudvari felvételi épület. Most cégek vannak benne, ha jól látom. Jelenleg kettőt látok itt kitáblázva, úgyhogy ilyen lett most. Hát az mondjuk mindenképpen egy öröm, hogy ez megmaradt. Egyébként tényleg egészen el vagyok képedve itt ezen a parkon, mert ebből jöttem rá, hogy tényleg milyen régen voltam itt, szerintem 3-4 évvel ezelőtt. No, akkor bejárjuk igazából, és elindulunk az utunkon. A vizafogói vontatóvágány történetével pedig így apránként csepegtetlek be titeket. Egyébként ez is egy olyan történet, hogy szinte évről évre, fél évről fél évre változott, úgymond a kiterjedése. Újabb iparvágányok jöttek létre, sok megszűnt. Mondom, valamikor egészen a parlamentig, majdnem a parlamentig húzódott. Hát zárójelben megjegyzem, az a rész halt el a legelőször, hiszen a városépítése kapcsán útban volt nyilvánvalóan. És az első időszakban egyébként, amit láthattunk itt a teherpályaudvar, csupán csak egy négyvágányos állomás volt, a későbbiekben lett ez bővítve. Nyilván ugye a kapacitás növelés az azért történt, mert hogy rengeteg kiszolgálás, rengeteg hely kellett tulajdonképpen. És azért szóljatok rám, hogy a tulajdonképpen szóval csínyán bánjak, mert ez a kedvenc visszatérő szavam. Próbálok leszokni róla egyébként. És Angyalföld állomásba ágazik, vagy Angyalföld állomásból ágazik ki, úgyhogy egészen odáig fogunk majd most elsétálni, azért lesznek bőséges ilyen nyomok, és ugye a kezdetben egyébként a környező malmokat szolgálta ki, amiből nem kevés volt, de a későbbiekben ez is változott, hiszen hát közbeszólt itt minden, többek között Trianon is a vasút életébe ilyen formában. No, az első helyszínünk az Árpád híd lesz, aminek egy érdekessége, hogy ez a vontatóvágány elhaladt alatta. Hozzá nem ott, ahol az autók mennek, ha jól tudom, akkor itt haladt el alatta.
És az Árpád hidat egyébként hát jóval később, most azért csapongunk az időkbe, jóval később szélesítették ki. De ha jól tudom, akkor még a kiszélesítés után is meghagyták egyébként a villamossal való kapcsolatot. Úgyhogy majd erről is fogunk beszélni, de hát ez már egy teljesen másik korszak, miközben még az előbb 1889-től indultunk el. Ebben az időben, még egyszer mondom, még az esztergomi vonal sem létezik. No, ha már az esztergomi vonal szóba került, az 1896-ban épült ki, és 1898-ban történt meg az, hogy a belvárosi malmoknak a léte is, meg a vágány léte is megszűnt. Ugye, ahogy mondtam az előbb is, leginkább azért a város építése kialakulásának nagy gátja volt, úgyhogy első sorban ott rövidült meg ez a vágányszakasz. Azért kezdtünk itt az Árpád hídnál és környékénél, mert teljesen érdemtelen tovább menni, beljebb menni a városba, hiszen maximum a jelenlegi városképen el tudnám mutogatni, hogy ja, itt is volt valami, de én mindig azt szeretem, ahol azért fogunk találni izgalmakat, meg fogunk találni tényleges nyomokat, és mivel az tényleg 1898-ban szűnt meg, gondolhatjátok, hogy mennyi nyomot fogunk találni, vagy mennyi nyomot találnánk, semennyit. Nem is kellett nagyon sokat jönnünk, fogalmam nincs milyen utca, mert nincs itt egy utcatábla. Tehát ilyen nagyon stílusos, és most ironizálok, lakóház jött itt létre. És hát ez tuti, hogy egy vasúti kapu, tehát ez egészen egyértelmű. Ugye azt tudni kell, hogy kicsit hasonló Kőbánya hízlalóhoz a történet, csak ott ugye a sertés hízlaldákkal kezdődött, és vagy nekik a vagonírozásukkal a történet. Itt pedig ugye inkább a malmok játszottak főszerepet, de azért a 10-es évektől kezdve ez már csökkent, és létrejött mondjuk egy fatelep, megszűnt egy parkettagyár, de helyette létrejött valami másik gyár, és egyre inkább ezeknek a kiszolgálására volt a vizafogói vontatóvágány és abból kiágazó iparvágányok. Ugye tulajdonképpen a malmok működésének a veszte, azt tényleg majd beszélünk erről is, hogy miért, az a második világháború volt, illetve a rákövetkezendő döntés, ugye a trianoni döntés. De hát itt is láthatjátok, hogy a plac tiszta üres. Valami majd lesz itt valamikor. Vágány az nincs. No, ugye miközben haladunk, mindig nehéz eldöntenem, hogy a történettel hogyan haladjunk. Tehát egy adott helyszínhez kapcsoljam az egész kronológiát, és akkor az Árpád hídnál kellett volna ezt elmondanom. De hát nem, most fogom elmondani, mert így haladunk viszont időrendbe. Az első és a második világháború között nem sok minden történt egyébként a vontatóvágánnyal, illetve a környezetével, meg a nyilván jöttek létre iparvágányok, szűntek meg, de ugye ez nem mérvadó. Viszont a második világháború után ugye egyrészt nagyon sok sérülést szereztek a gyárak, malmok, így több meg is szűnt belőle. Másrészt pedig az újpesti összekötő vasúti hidat, azt ugye felrobbantották a világháború idején, ezért egy szükségvasúti forgalmat intéztek. Ezt olyan módon csinálták, hogy Óbudán, ugye túloldalról az esztergomi vonalról, Óbudáról Filatorigát, akkor még Szálin híd, ma már Árpád híd, azon keresztül ugye volt egy kapcsolat a vizafogói vontatóvágánnyal, és tulajdonképpen Óbudáról egy ilyen nagy kerülővel haladt be Angyalföldre a történet, és ez volt az úgynevezett szükségvasúti megoldás, úgyhogy ez egy érdekes pontja a történetnek. Legjobb tudomásom szerint ekkor jött létre ez az összeköttetés a villamos vágányaival és a vizafogói vontatóvágánnyal. Előtte legjobb tudomásom szerint nem volt, de érdekes, hogy ez viszont nagyon-nagyon sokáig megmaradt. Még ahogy mondtam, még az Árpád hídnak a kiszélesítése kapcsán is, hát majd időben eljutunk oda is. Rögtön mindjárt elérkezünk egy nagyon kultikus ponthoz, egy vasúti hídhoz. 1955-re újraépítették az újpesti vasúti hidat, 59-re pedig elérte a csúcsát a vontatóvágány. Ekkor kettő darab M31-es dízelmozdonyt és egy 370-es gőzöst állomásítottak a kiszolgálások mezejére. Nézzük meg ezt a vasúti hidat. Az igazán érdekes dolog egyébként, hogy bizony-bizony én még emlékszem, hogy ebben az útban megvolt a vágány, de már nincsen, mert ezt felújították, ez egy nagyon pocsék út volt, de most nem jön semmi. És hát egyből lehet látni szerintem a kialakítás jellegén, illetve ha ez nem lenne elég, majd még vágányt is fogunk természetesen látni. Nem csak itt, aztán mondjuk ki tudja, mert mondom, jó pár éve nem jártam ezbe. Ugye, aki nem tudná, megint elmondom, január az mindig a, amivel kezdődött a videózásom, azokat járjuk be újra, és hát ez is egy ilyen, ezt először 4,5 éve jártam be.
Itt pedig ugye láthatjátok azért a bazalt kövek maradványát. A vasúti híd eléggé strapabírónak, biztonságosnak tűnik. Járnak is rajta, ahogy látom. És itt pedig az útban bizony megvan a vágány, hiszen ezt az utat itt még nem újították fel. Így né. Hát viszont az 1960-as évek elején elindult itt a lakótelepeknek a kiépülése, és ez bizony a folyamatos és fokozott visszafejlődését jelentette a vizafogói vontatóvágánynak. Ugye nagyon fontos, hogy ma a vontatóvágányt járjuk be, nem az iparvágányokat. Ezt azért fontos kiemelnem, mert mondjuk azokat nem is nagyon tudnánk, hiszen mutatom nektek, de ezt nézzétek meg. Komolyan, ha valaki erre azt mondja, hogy szép, elfogadom, csak írja meg, mert ez tényleg érdekel. Ez lett a környékből, itt is valami épül, és ilyen csodák épülnek itt. És igen, én ironizálok, mert szerintem ez borzasztó ocsmány, és az én ízlésemmel teljes mértékben nem egyezik. Plusz ilyen sűrűn lakni mocskosul drágán, tehát konkrétan átlátsz a szomszéd fürdőszobájába, szerintem undorító. Szóval, hogy az iparvágányok helyén már házak vannak, és teljes területrendezés volt. Hát ugye a 70-es évek már nem a szép dolgokról szólt, ha a vontatóvágány életét nézzük. Ott rengeteg ipartelep szűnt meg, de volt olyan is például, amelyik mondjuk Pakuráról átállt gázra, és már nem igényelte a vasúti kiszolgálást. Tehát egy folyamatos visszafejlődés következett be, ami hát igazából már megállíthatatlan volt. Mindig a nagyon régi útnak tűnő helyeken, ahol vágány ment, azt kell megnézni, és hát látjátok, hogy nem is fogtok csalódni. Ugye már amikor elkezdték elbontani a vontatóvágányt, akkor is úgy döntöttek, látjátok, hogy azért az aszfaltból kiszedni és azt újra aszfaltozni költséges. Így tehát itt eltűnt, itt megvan az aszfaltba, és ott megint nincs meg. Érdemes megnézni, hogy teli van betonaljjal. Úgy összességében az egész környék, ugye itt jött a vágány, de nincs meg, tehát itt a fűben nincs meg. Viszont, hoppácska, az útban megvan. Ismételten. És most jön valami, úgyhogy ezt megvárjuk, még elmegy. Nem üttetjük el magunkat. És szerintem itt is megvolt egyébként a vágány. És most az építkezés. Tehát itt érdemes dokumentálni ezeket, mert itt bődületesen nagy átalakítások, illetve kiépülés van. Nem tudom, hogy itt mi fog történni. Hát a Dunapláza, de nem az az érdekes, hanem a kerítés, nézzétek. Bizony, ez ekte eredeti. Még a vasút idejéből megmaradt. Tipik mávos kerítés. Már amennyi megmaradt belőle, mert ott azért van, amelyik éppen már félig összedőlt. Ó, jönnek a taxik, mindent, megvárjuk, aztán akkor elzúzunk oldalról. De valahol itt volt egyébként egy őrház is, és az úgy tűnik nekem, hogy megszűnt, mert szerintem ez itt volt. Szerintem az itt volt, és hát a kerítés az ennyi van. De itt már építkezés, tehát mondom, itt rohamosan fejlődik a város. Hát tényleg érdemes azt visszanéznem, csak attól félek, hogy régen nagyon pocsékul dokumentáltam, meg hülyeségeket mondtam. Másik irányból is a kerítést, azt jól lefilmezzük, mert szerintem annak nem sok ideje van hátra. Vagy rosszul emlékszem, hogy itt volt vágány, vagy nem tudom, mi történhetett. De itt van. Itt megvan. Itt a Dunapláza átjárója. Előtt van egy ilyen kis parkoló, és itt a vágány, itt van. Ennyi van meg belőle. Aztán slussz. Utálmódon benőtt. De nézzétek meg. Betonaj. És talán sin is van itt. Nem, sin nincs. Hogy van? Nincs. Betonaj meg zúzott kő, az van. Most ide feljöttem, mert itt van egy ilyen kis beugró rész. Hihetetlen. Itt van egy betonaj, tessék, de sín nincs rajta. Hát én szerintem azt elvitték. És nem hivatalosan. Mert itt, ott is van betonaj, én tisztán emlékszem itt a vágányra, hogy az teljes egészében megvolt. Egyébként egy érdekesség, hogy annyira hanyatlott már a 70-es években itt a forgalom, és az állomásnak ugye, ahol jártunk, ahol kezdtünk, annyira már nem volt nagy jelentősége, pedig addigra már, ugye azt elfelejtettem mondani, hogy már nem négyvágányos volt,
tehát kiterjedt teherpályaudvarra alakult, hogy oda vitték az üzemen kívüli gőzmozdonyokat, és sorba álltak ott, rengeteg kép készült róla, majd egy párat bevágok itt a monológom után, és egészen a 80-as évekig, azt hiszem 1980-ig ott is voltak, akkor vitték át őket Istvántelekre. Most itt sétálunk egyébként. Lehet, hogy itt még fel fogok valahol menni megnézni, hogy mi a situation. 1987 volt a vég egyébként az állomásnak. Ekkor a visszafogói állomás épületet meghagyták ugyan, de az állomás, mint olyat, azt megszüntették. És a későbbiekben azt a kevés kiszolgálást, amit még végeztek a vontatóvágányon, azt már Angyalföldről intézték. Ugye, és akkor hagyták meg azt a zöld placot, amit egyébként egy régebbi videómban megmutattam, én még arra emlékeztem. Hát gőzöm nem volt, hogy ma már ott egy ilyen park van. Ami jó persze, hogy itt is lesz egy érdekesség. Hát konkrétan itt, ugye itt jön a töltésen a vágány, vagyis hát jött, és itt volt egy ilyen kis, ezek szerint egy ilyen kis híd, tehát itt alul át lehetett haladni, mert a beton eleme az megvan. Ugye itt egyre magasabb töltésre emelkedik, ez nem véletlen, hiszen így megy egy ívbe, és mindjárt a Vácit keresztezi majd, de nem szintben, hanem hídon. Viszont egy picit ugrunk, és a 90-es évektől kezdődően majdhogy nem semmi nem volt a vontatóvágányon. Egy-két kiszolgálás még 2000-ben is volt, de igazából haldoklott az egész. Olyanokra használták, mint a 96-os angyalföldi mozdonyparádén, ide állították félre a bemutatandó mozdonyokat, tehát egy ilyen egyfajta tárolóként használták kb. A vontatóvágányt. Ismét egy érdekesség, itt most már az ívben vagyunk. Itt is volt egy ilyen hidacska. Hozta el a véget. 2003-tól 2006-ig folyamatosan szedték fel a vontatóvágányt. Hát láthatjátok, hogy azért nem teljesen, de egy nagyon érdekes pontja ennek az egésznek a Váci út és a felette levő híd, amit hát majd mindjárt jobban is megmutatom, de fordulok, ott hagytam. A mai napig. Mindenképpen kijelenthetjük, hogy a vontatóvágány legnagyobb megmaradt emléke az a Váci úti híd, ami egy érdekes pontja az egész történetnek. De hogy miért maradt meg, ez a kérdés jogos lehet, de valószínűleg egyébként ennek az elbontása az óriási költségekkel jár, úgyhogy hát reklámfelületként használja a Tesco meg a Lidl jelenleg. Hát nem kérdezem meg, hogy érdekel-e titeket, hogy mi van fent, mert nyilván igen, engem is, úgyhogy meg fogjuk nézni, ha tetszik bárkinek, ha nem. Mert van fel lépcső, csak hátra ne essünk, hát ez van fent. Úgy érzem, valakinek egyszer a lakásában lehettünk, valaki itt lakhatott. Polisz, kamerával megfigyelt terület. Figyeljenek nyugodtan, én is megfigyelem. És nézzétek, ott vannak a talpfák. Hát azon a három szerencsétlen vasúti kerítésen kívül semmi nem utal arra, hogy itt jött be egyébként a vontatóvágány. És ugye itt már az angyalföldi állomást láthatjuk. Azért nem fogtok itt se semmit látni, hiszen amikor az esztergomi villamosítása elkezdődött, illetve elkészült, akkor ugye már, tehát akkor kiszedték. Azt hiszem az útban még benne volt, itt amit az előbb láttunk, az útban még talán benne volt, amíg még a régi angyalföldi állomás volt. De hát ugye ott a torony, most már semmi.
Kicsit kapkodom a lábam, bevallom őszintén nektek, mert fél óránként van vonat, ugye Angyalföldet a városi orientációból teljesen kivonták vasútilag, hiszen csak Rákosra van vonat, meg Vörösvárra. Hát jó, van hajnali, meg reggeli, ez a mindenhol megállós, de hát azon kívül. Itt meg ugye rengeteg vasúti ezer éves kocsi pihenget, de hát ezek már itt vannak, nem tudom mióta. Vigyázz, a kutya harap, már hogy ez a kocsin volt felírva. Hát igen, nem túl szabályosan közelítjük meg a peronokat, de hát majd vigyázunk természetesen. Óha, első osztály, öcsém, ez az első osztály, nem semmi. No, és zseniálisan kiszámolva, 17 coin a vonat és 14-re a peronon vagyok. Tök jó! Hát ennyi lett volna a vizafogói vontatóvágány története általam bemutatva. Remélem, hogy tetszett nektek, remélem, hogy dobtok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek, és ahogy szoktam mondani, küldjetek sok pénzt, mert az jó. Sziasztok!